Katharina! Vielleicht ist mein Vater noch munter. Nein, nein, der schnarcht schon längst wie so ein altes Murmeltier. Vielleicht sollten wir noch warten. Már gőzerővel próbálja a Szekszárdi Német Színház társulata a legújabb darabját. Sok előadást le kellett mondaniuk a koronavírus járvány miatt, de most újult erővel vethetik magukat a munkába. A társulat sokat játszik külföldről érkező vendégművészekkel, ami szintén megnehezíti jelenlegi helyzetüket. Mi nagyon sokszor játszunk vendégszínészekkel, külföldi német, osztrák vendégszínészekkel. Ez most nem megoldható, tehát mindenképpen olyan megoldásban gondolkoztunk most itt a vírus utáni időszakra, amikor úgy tudunk szabadtéren és az országban bárhol játszani, hogy nem kell a vendégszínészeket elhozni Németországból vagy Ausztriából, mert nem tudjuk, hogy milyen feltételek mellett jöhetnek. Tehát most így belső körökből oldottunk meg mindent. Mindenképpen olyan darabot szerettünk volna, amit tudunk játszani szabadtéren, és azért egy Decameron feldolgozásra esett a választásunk, és június 12-én lesz a premierünk a Vármegye házának az udvarában, szabadtéren. Ez a feldolgozás, ez 7 epizódot tartalmaz, plusz egy ilyen bevezetés, tehát 8 kis fejezet, és nem mi válogattuk, hanem találtunk egy feldolgozást, egy német úr, Manfred Schild feldolgozását visszük színre. Amikor elkezdtünk gondolkozni, hogy mit tudnánk a közönségnek kínálni a járvány utáni időszakra, amikor már látható volt az, hogy valószínűleg a színházak először csak szabad téren játszhatnak, akkor mindenképpen olyan dologban gondolkoztunk, ami könnyen fölépíthető, bárhol játszható. Tehát tulajdonképpen a vásári komédia irányában gondolkoztunk. És a díszletünk is tulajdonképpen olyan, amit bárhol nagyon egyszerű elemekből össze tudunk rakni. És a jelenetek az epizódok között is ugyanaz az egy díszletelem sok minden mást jelent. A Decameron a firenzei pestis járvány idején játszódik, ahol egy kastélyba menekülő társaság azzal szórakoztatja egymást, hogy 10 napon keresztül mindenki mond egy-egy mesét. Ezekből a rövid történetekből, novellákból áll össze a mű. Ez egy tulajdonképpen ősbemutató. Ez a Schild úr, aki ezt írta 98-ban, Olaszországban bemutattak egy verziót, még 98-ban, ez már a múlt évezred. De most ezt a szöveget mi állítjuk először színpadra az egész világon. Ez az ő világlátását is egy picit tükrözi ez a darab. Nem az összes Boccaccio történet szerepel itt, hiszen akkor 10 napig ülnénk a nézőtéren és játszanánk a színpadon, hanem csak pár történetet választott ki, amiből egy olyan ívet volt szándéka kirajzolni a szövegben, hogy az embernek oda kell figyelni az életében, mivel is tölti az idejét, mert képesek vagyunk, ez lehet, hogy pár embernek újdonság lesz, de bizony ez sokszor előfordul, képesek vagyunk félreérteni az életet, és azzal foglalkozni, ami kevésbé fontos. A végén ott állunk a halálos ágyunkon, vagy a halál pillanatában, és arra gondolunk, hogy milyen jó lett volna, ha többet szeretünk, milyen jó lett volna többet lenni a barátainkkal, többet sétálni mezitláb a fűben. És a karantén ideje alatt hát ezek a gondolatok sokunkban megjelenhettek, hogy milyen jó lenne szabadon sétálni mezitláb a fűben, milyen jó lenne a barátainkkal lenni, vagy akár milyen jó lenne többet szeretni azt, akit szeretünk. És hát az aktualitása innen is jött, mert érdekes azért ez az összeállítás, hogy a Deutsche Bühne Ungarn egy olasz témát választ. De hát mindenki volt bezárva, ezt most már egy országos, sőt világszinten osztjuk ezt a hangulatot, és a Decameron eredetileg is egy karanténban zajló történet. Ez egy időutazás, az elején a mában vagyunk, tulajdonképpen egy ilyen áttűnéssel az idő átvezeti a múltba a főszereplő figuránkat, és a végén vissza is térünk a mába. És ez egy írói lelemény a szövegben, hogy miközben egy régi történetbeli figura beszél, a végén egy hatalmas nagy monológot Paula Donner művésznő megformálásában, tulajdonképpen az már a mai embernek szól. Az már olyan, hogy ha végig gondoljuk, hogy a reneszánszban városállamok, közvilágítás, csatornázás, színház szinte olyan volt, mint egy mai. Hát egy kapitalista társadalom volt, amiben ma is élünk. És azoknak a problémáit, azoknak a visszásságait mondja el,
És igazából néha kényelmetlenül vakarózunk, hogy annyira igaznak hangzik a mai társadalmi berendezkedésre is. Úgyhogy így mai nyomához szól, de régről. Át hinted én mond, und tief in mir drin. Und wenn du den Ort gefunden hast. Ez egy olyan színfoltja a repertoárunknak, amihez hasonló régóta nem volt, mert volt hasonló koncepcióban előadás, de évekkel ezelőtt. És tényleg itt a tagok meg tudják mutatni, mivel ez kis epizódokból álló, tehát nem is egy nagy íve van, sokkal inkább 7-8 kis történet, szinte különálló kis színdarab. Itt a színészeknek nagyon nagy lehetősége van arra, hogy megcsillogtassák a különböző figuraalkotási képességeiket és tehetségüket. Az igazgatónő nagy terveket szül a jövőre nézve, hiszen amellett, hogy sok elmaradt előadást kell pótolniuk, a Decameronnal együtt 4 új bemutatóval készülnek. A jövő évadban nagyon sok előadást kell pótolnunk, reméljük, hogy tényleg az ősz az olyan lesz, hogy játszhatunk is. A tavasszal kimaradt rengeteg előadásunkat, ezek között vannak tájelőadások is, és itt a Székhelyen tartott előadások is. Ezeket szeretnénk pótolni, és ugye, ahogy mondtam, lesz egy bemutatónk szeptemberben, ez a Boros revű, nincs még meg a címe, meg előtte a Sirály, ezeket is mind játszani fogjuk, és akkor még egy új darabunk lesz az ősz folyamán, az pedig egy mese, Hotzenplotz a rabló, vagy Torzomborz a rabló, ez a két magyar cím, ami ismertebb ebből a meséből. Terveik között szerepel, hogy a felnőtt előadásaikat is megutaztatják. Ez egy új kihívás számukra. Jellemzően inkább a gyerekdarabjaink mennek a zsebszínházi kicsi produkcióink nyáron táborokban itt ott. Most ez egy új terep, hogy színházi nagy produkciókat szeretnénk vinni, és lehet, hogy annyira jó lesz, hogy aztán a következő évektől már szokássá válhat. Hast du mich lieb? Ja. Und weißt du das morgen auch noch? Jawohl. Bestimmt. Warum soll ich suchen, was ich schon gefunden habe? Na dann komm, wir haben nicht viel Zeit.